A kosárlabda szezon közelgő rajtjának csalhatatlan jeleként sajtótájékoztató keretében számolt be az Albacom Fehérvár a 2011-2012-es bérlet és jegyárakról. A kosárlabda sport fehérvári szerelmesei a következő szezonra 15 ezer forintért válthatnak álló bérletet a Vodafone Sportcentrumba, míg az ülő bérlet 26 ezer forintba kerül majd. A jegyárak a következőképpen alakulnak: az ülőjegy 2000, az állójegy 1300, a diák, nyugdíjas állójegy pedig 800 forintba kerül. A klub egy új bérletkonstrukcióval is várja szurkolóit. Először lesznek félszezonos bérletek, ezzel szeretnénk egy olyan segítséget nyújtani azoknak a szurkolóknak, akiknek ugye egyben nehézséget jelent megvásárolni a bérletet. Ugye az első fél éves és a második fél éves bérlet megvásárlásával két részletbe oszoljanak el a költségek. Emellett van nyilván VIP támogatói bérletvásárlása és lehetőség, amivel egyrészt a klubot támogatja valaki, ha ezt megengedheti magának, ami ezt természetesen plusz extra szolgáltatások járnak. A fél éves bérletek január 31-ig, illetve február 1-től lesznek érvényesek. A szurkolók szeptember 8-ától csütörtöktől válthatják meg azokat a Vodafone Sportcentrumban. A klub mellett természetesen maga a csapat is gőzerővel készül a közelgő szezonra. Simon Balázs csapatkapitány szerint kitűnő hangulatban melegít a gárda a ráváró kihívásokra. Alakul a csapat, tényleg szépen dolgozunk, én azt gondolom, ugye az első 4 hétben a Matus, a Gabival voltunk. Rengeteg kondicionális edzés volt, de tényleg megtaláltuk benne mindegyikben a pozitívumot, úgyhogy maximálisan megpróbáltuk teljesíteni, és azt gondolom, hogy ez hatékony is volt. Most egyre több ugye a taktikai edzés, hogyha megjött a báne, meg a mérkőzések, úgyhogy optimista vagyok, és azt gondolom, hogy szépen lassan, de alakul a csapat. Ami az Albacom további felkészülési programját illeti, a csapat ezekben a percekben játszik hazai környezetben a Falkó KC-val, majd a két csapat szombaton fordított pályaválasztással Szombathelyen is összecsap egymással. Az Albacom jövő hét végén Horvátországba utazik egy nemzetközi tornára, majd ezt követően szeptember végén következik az Albacom 3 csapatos, szintén nemzetközi felkészülési tornája a Vodafone Sportcentrumba.